Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit a Retro Élmény Parkból. Én vagyunk, és megkérdeztem, lehet videózni, úgyhogy lesz majd nektek egy másik innen is. Gyerünk, de még csak itt az érték megőrzébe vagyok, de igen, mutatom ezt is, nézzünk körbe. Ezért ma itt kezdődik az igazi retro. Csak már is itt ilyen szekrények vannak. Félbe száll, és ide be lehet zárni a egy fényképezőt, kivettem kamerát, kivettem minden más itt van. Ja, és lehet szépkártyával is fizetni. És akkor majd mindjárt elindulunk valamerre. Rögtön egy tabelt a bejáratnál. Nézzétek. Első színes tévék egyike, Orion Viking. És az élőadás megy rajta. Nem set-top box-tal meg lehet oldani. Egyébként itt van a belépő. Ilyen is elszök. Ilyen is elszök. Ilyen is elszök. Ilyen is elszök. A retro filmplakát. Igen. Mekkora. Jadó, mert... Lesz majd biztosan a kalandor is, ez biztosan nem megmondta. Csak a bagi hiányzik a vala. És itt van egy régi mozinak a reklámja, a filmszínház. Hát én, és a régi mozis plakátok. Kicsi kocsi újra szágult, és a legutolsó Star Wars szerint, vagy hát igen, a birodalom visszavágul, vagy csak visszatérnek a... És itt van. Sőt, a Piedó, nem? Meg van egy külön bendi bejövünk plakát is. És majd ezt is meg fogom látogatni. Ahó. És akkor be is jöttünk. Ez itt egy meritadó átlasz? Ja, ez a Robin kézfertőtlenítője. Ja, ezt majd a végén kell aláírni, igen. Vendégkönyv, és igazi le tudom. Akkor most jöttünk be. Na, ez viszont igazi retro szekrény, nem tudom képzelni, ki az, akinek ezt tetszett, de nem ötletes. Panelszekrény. Nem is nagyon van mit mondani, beszéljenek a képek. Excuse me.
csinálni, valószínűleg egy, az eredeti. Ez szinte biztos, hogy ezek a neon betűk kim voltak Ferihegyen is. Oda fent, ide lent ugyanaz a figyelem, még erre a reklámra emlékszem is. Hát ki is írja mindjárt. Oda fent, ide lent ugyanaz a figyelem. Aha, ott is van. Még egy pápornál szekrény. Igen, magyar játszótér. Már ezek, amíg én is emlékszem, mert ilyen vasjátékokon még én is játszottam. És egyébként valóban, hogy hogyan éltük ezt túl, meg az, hogy ilyen vasból, betonból készült csúzzák, meg ide. És egyébként tényleg ilyennek voltak már, jaj. Hoppá, ezt lehet nem kellett volna megnyomni, mert menjünk vissza. Igen. Akkor ezt szerint lehet léphetni is. És egyébként meglepő módon akkor sem volt sokkal több baleset, mint most. Sőt. Nézzük, ja, mászó. Aha, ilyen rakétamászóka is volt. Meg ez a gömb. Ez vidéken is nálunk több áll, több is volt, meg ez a mókuskerék is, igen. Igen, meg a beton pingpong asztalok, ilyenekből most is rengeteg van még, minden lakó telepen van. Az emeletre. Ez igen. Töltsük ki újra a tesztet. 6 helyes válaszszal egyszer megcsináltam. Az nem jött be? Olyan sok? Aha, és ez egy kis Moszkván volt az atomfegyver. Régi retro reklámok. Na, ezt kipróbáljuk. Szerintem ez muszkics. Nem, spoiler. Jó, hát ez könnyű. Ez a trabi. Régi lett a autós kártyák. Ez mi? Nagy Polszki lenne, vagy nem? Nem, de a Nagy Polszki. Ez a Zsiguli. Skoda? Nem. Dákóda, annak nem két lámpája volt, ha mindegy. Ez a kis Polszki. Ez a Volga. Nem, az Illas Tehed autó volt.
Zíl. Nem teherautó volt? Szokó a rádió. Ez is az igazi retro. Még a lapos elep is ott van, amivel működött. Befőttes gumival kettőt összekötve. Ilyen, el is emlékszem, hogy valahol láttam ilyet még régebben, ilyen retro ventilátort. Ezek a békebeli távlecsegők. CB. CB67, CB76. Minden. Igazi békebeli távlecsegők. És ilyenből nekem egy még van otthon. Na, még egy kvíz. Hoppá. Hát ezt nem tudom. De gondolom, hát valami kádár lesz. Tippeljünk, jó. Vadász biztos szeretett. Vasból van az öreg szakállas, igen. Nem. Aha, 56-ba pufajkások. Húha. Hát, lovas póló, nem hiszem. Szerintem sapka. Igen, három évente egyszer, úgy tudom. Igen. Mennyi van utáti életet? Na hát ez jó kérdés. De az biztos nem bankkártya, akkor olyan nagyon volt. Nem. És szerintem bármennyit sem ihetett, úgyhogy ez lesz a jó. Szerintem a Balatonnál, igen, ez lesz a jó. Az már volt az előzőbe. Ó, hát ez akkor ez jó lett. Ó, matroska baba. Sosem nézzük. Szállító. Azt a régi ilyen üzét, ezt a narancsárga színét, azt hiányolom csak az. Ugyan ismerős van. Retro. Retro WC papír. Szappan. Ez mi? Itt meg vannak a gyógyszerek. Ezt nézzétek, sztári vékja italra. Hát ez is már mióta nincsen. Hoppá! Fütyülős? Nem fütyülős, de balack. Retro Pepsi. Ez a márka. Ez szerencsére ez még most is van. Csattanással váltja a mutatót. Oldalkocsis motor. Ilyet se lehet nagyon látni már.
Most meg nem mondom, milyen fajta motor, de jól néz ki. És igen, volt időszak, amikor az autó az még nagyon luxus cikk volt, meg kevés volt, de viszont motorban azért már volt, és ilyen oldalkocsisan használták gyakorlatilag autó helyett. És itt van a kamerák. Aha, jó, hoppá. Egy tévéstúdió lesz. Aha, meg itt vannak még a retro tévék, mert ezeket meg fogom nézni. Majd, de kihagytam még itt egy pár fakkot, azt is megnézem. Ott a régi kedvencem, a Bedeco. Ez meg két ilyen retro kávétaláló vagy főzőjelentse, de amilyen boltokban van is. De szerintem én néhány éve még láttam is egy békési boltban ilyet. Szódás szifonok. Aha. Kappatban. Étel, na ilyen még most is van. Műanyag ételhordó. Ezt viszont néhány ismerésem az fogja szeretni. Erre majd lehet dobálni a lájkot. Ez viszont meg aki a gyerekkor vissza. Commodore 64 Magno és kazetták játékokkal. Ezzel kezdtem az a számítástechnikát én is. Ugyanilyennel. Aha, és itt van a gép is, a Commodore 64. És még az eredeti kenyértartó dizájnos. Ez ilyen. Hogy mennyit nyomta, és mai napig használok ilyet. Legjobb számítógép volt, amit valaha csináltak. És itt van a Fopi meghajtó, de ezt a fajtát csak fényképeken láttam eddig. Viszont ilyen Fopikat használtam még. És akkor a legtöbb Commodore-hoz való Fopi meghajtó az ennél kisebb volt. Ez pedig a jó öreg tévétenisz. Ilyen retro kiállításon játszottam ilyennel, csak nekünk nem volt. De népszerű volt ez annó, nagyon. Ez a videó tompong. A tévéfocinak is hívták, azt hiszem. És itt vannak a jó öreg 3M-es kopik. Na ez viszont miféle szerzett lehet. De ez is Commodore. De ilyet nem láttam még. De még vajon ezzel lehetett tőle gyorsan másolni a játékokat, mert két papírmeghajtó, aztán egyik lemezbe, másik lemezbe, és azonnal másolta. De nagyon jó. És a tömegközlekedés is akkor már itt van. Én régi viszonylattárra a 14-esről. Élmunkás téve lehet él volt. Igen, csak hát, ha valaki nem tudná, a régi Volánbusz logó. Meg van itt egy pár BKB jegy, jegyukosztó. Utazási igazolvány, bérlet. És ott van az egy Icarus 280-as Tourni. Taxi, szabadjelző, és egy analóg taxi óra. Itt ez már digitális. És itt meg az analóg taxi óra. Aha, és itt van az a Fopi meghajtó, ami nekünk is volt. Ez pedig ugye az elődje volt, amiben még bele volt építve a tápegység. Ehhez már külön volt, mint úgy, mint a géphez. És az Enterprise, ez... Hát aki ilyen vert, nem vert meg a sorozt, az nem nagyon örült neki innyi után. De volt beépített egy joystick, csak az meg nem igazán működött jól, tudom meg ez. Sokkal kevesebb játék volt, mint a Spectrumhoz vagy a Commodorehoz. Még lehet, hogy fogja találni az Z-spektrumot is. Nem. Viszont még egy Commodore Magnó. Hát igen, amikor még Magnó kazettán voltak a játékot. Tehát azokat könnyebb volt másolni. Commodore 64, és itt már az új dizájn. Bár nekem sokkal jobban tetszik a régi kenyértartós. És a Commodore Magnó.
és itt van az, amiről rengeteget hallottam, de soha nem láttam ilyen gépet. Nem is használtam soha ilyet, ez egy Videoton TV komputer, és ennek egy 64 kB-os verziója. Egyébként nem volt egy rossz gép, csak túl későn jelent meg. Ha néhány évvel korábban megjelenni, szerintem tarolt volna ugyanúgy még majd a piacon. Hát elkésett. Így kinézetesen ez. Volt hozzá a papi meghajtó, egyébként meg bármilyen magnóval is működött. És tényleg ilyen hatalmas nagy tápegysége volt, azt hiszem, hogy... Nézzük csak meg ezt. Ez mi? Hát ez is valami tévétenisz-féle, de nem a videótonkunk. Nézzük meg. Itt van a Spectrum. Erről viszont hallottam, meg láttam is, nekem sose volt, de hallottam róla. Egyébként a joystick az ugyanolyan volt, mint a Commodore-hoz. És ebbe volt beépített magnó. Szóval aztán ezt Videoton TV komputerre csinálták ezeket a játékokat. Hát ezek főleg középről klónok. És igen, a kovac játékok. Hát ebből aztán tényleg rengeteg volt. És itt van a berendezett TV stúdió. Meg rengeteg odaadali retro TV, bár ezek inkább csak a házak szerintem. Aha, és itt a klasszikus retro csipketelítő a TV-n, ez nagyon sok helyen ott volt. Bár sok értelme nem volt, de sok helyen ott volt, és még úgyis rá is lógott. Meg régi TV műsorok szignáljai. Tabla, képújság, teletext, parabola. A telesportnak a nem semmi. És itt meg egy tévéstúdió, igen, a régi híradó szintén. Szomszédok. Ott van a tévé maci felette. Metadon. Ja, ez a Lindából egy jelenleg, mikor a Metadon utazik, ahogy emlékszem. Te régi kamera. Ez volt a súgógép. Újabb 1000 Icarus Busrendel Bulgária és Csehszlovákia. Magyar gyárolgás felkészült a kapacitás bővítésre. Ezt látta egy tévébemondó, amikor a híreket olvasta. Ezt nézzétek, egy átlagos lakótelepi lakásuk, ezek a régi ézételet, régi ronda retrodadiától. De ez a polc, ez valami hasonló, biztos, hogy mindenkinél volt akkoriban. Nem nagyon volt választék ez. Különben ez a gazdák, hogy okosan szobagútala. Egy szokorrádió. Ez meg egy igazi gettó magnó. Ilyenre is emlékszem, valakinél volt. Ott a rokonságban is volt valakinél ilyen gettó magnó. És egyébként nagyon szépen szólt. És ez már tudott rövid hullámot, én Szabad Európát ezen hallgatták. Semmi. Ez a tipikus. Persze, ilyen azért begyűlt ruhák a szekrénybe, igen, ez szépen. Aha, meg azon hal is. Majdnem minden tévé tetején volt egy ilyen hal. És ez majd színes tévé, a Jolion Viking. Tipik dohányzó asztal, meg egy békebeli távresegő. Az a szerencsés volt, akinek volt telefonja ilyentől. Ezt nézzétek, hát akkor így a másik szem. Mondjuk az a diszkó gömb az nekem egy kicsit tájszer. Ez nem hiszem, hogy ilyen sok azért akkori háztartásban lehetett, hogy ezt a diszkó gömbszerű lámpát nem hiszem, hogy jól szeretek volna. A csipketerítő, nem mondjuk, vagy mondjuk a tévé tetején lenne az. A 60-as és 70-es. Ó, és akkor a retro konyha.
vannak ismerős elemek, ám itt is. Ilyen hasonló konyhoz. Ah, ez. Na, ilyet több helyen láttam már. Sok helyen most is megvan. Ez a kis ezért stoki. Ezek a retro székek. A karancsgáztűszerek. Ilyen lesz hasonló nekünk is volt. Meg még az, az a kis, mondjuk, ilyen bojlert, azt én nem láttam sehol. De annak is mini hajdú az, az volt egy pár helyen. Hogy emlékszem. Márka. Aha. Ott a sok márka. Meg a retro kenyérpirító, meg szemvízsütő. Dupla mosogató. Ez a... Aha. És ezek a fűszertartók, ezek is. Micsoda retro. Meg egy citromprés. Ez egy mixer, amikor még nem volt motoros. És azért a Saratov hűtő a kilincsel. Hoppá! És itt a játéksadok. Erre emlékszem. Szerintem ezért neked is volt ilyen. Valami hasonló, ilyen szép elsőjem, az tuti volt. Ilyen nem is volt. Ezt nézzétek. Itt már az űrhajózásnál van. Ezt a feladatot példással űrszótár. Azt a... Lépők nevében cégből gratulálok önöknek. Jó egészséget, további sikereket kívánok. Ezt a hatalmas antennát, ez se semmi. Ez se semmi. Ez egy telex gép. Tehát fogyasztott azért az ősebbi. 75 lóerő, 125 fel tudott menni. És így nézett ki velébe. Na nézzünk szét a vitrénbe. Commodore 64-a. Az új és a kenyértartó dizájnban is. Mert a Spectrum, abban is volt több fajta. Videóton tévékompjúter, és itt vannak a tévék. Az HBO decoder két működő Junost. Szerintem... Ez... Tehát ismert tévék voltak a Junostok. Hát meg fent két videóton rádió, nem semmi. Aha, és a klasszikus szovjet diavetítő. Na, ilyen nekünk is volt. Szerintem most is megvan, még csak szalag nincs hozzá. A két távlecsegő. Opa! Az euróhívó. A személyhívó. Mobiltelefonok előtt még ez volt ilyen. Hát gyakorlatilag SMS-eket lehetett le csak küldeni. Vagy van a még csak telefonszámot, ami ugye csipogott, és akkor csak a telefonszámot írtak, és azt kellett visszahívni. Később meg már üzeneteket is. Itt a klasszikus szokor, ami csak középnek hosszú hullámot adott. Akkor még ide volt a legutó rádió. Aha. És
ez pedig a Videótonnak egy kis tévéje. De még azt hiszem ez is fekete-fehér volt. A Videóton TV kompjúter, mert ezt mindig szerettem volna kipróbálni, eredetiben, de sose jutottam hozzá. Ott meg a rakétapolszívó. Egy retro benzinkút. Még telefonkönyv is volt minden telefonfülkére. Én is emlékszem régebben, még 2000-es években is megvolt. Bár még felkülönöm, akkor kilopták. Hívjuk fel még az egyest. Akkor felhívom a kettest. Ilyen készülékből még több 20 évvel ezelőtt is volt forgalomban egy pár. A másik sárgában, ez a retro tárcsásból, ebből én még sose láttam, de ezeket cserélték le az ilyenekre, ez egy nyomógombosra. Igen, még a régi középiskolámban is volt egy ilyen, de már akkor sem működött, de volt. Még az, hát még 2000 körül működött, aztán utána eltelt pár év, és már nem. Most jöhet az egy kézzel vezetünk, egy kézzel kamerázunk. Ahol váltó automata szerencsére, úgyhogy megoldható a dolog. Jó kis zsiguli kormány. Kiskópot megelőzzük. Egyébként itt vagyunk szerintem az egyik lassnak réti lakótelepen. Ez olyan azért a szomszédok sztájlos a dolog. Gondoltam, nem vele, de... Hát... Ezektől a kocsiktól, hogy itt megálltak, így... Jobban össze lehet.
Jaj, ne! Elfél. Igen, egy kicsikét meg oldaltuk. Ott egyik alusz. Nem megy le az egyenletes. És most, amikor ott van egy...